A mérkőzés előtt is a rutinosabb játékosokat felvonultató Debrecen volt az esélyesebb, és a vendégek az első negyedben 10 pontos előny szerezve igazolták is a papírformát. A második 10 perc már szorosabb volt, de egy pontot akkor is hozzá tudtak tenni előnyükhez a hajdúságiak. Fordulás után tovább nőtt a különbség, amely 20 pont körül állandósult, és meg is maradt a találkozó végéig. Az első percekben még voltak biztató jelek, tehát úgy tűnt, hogy egy aránylag szoros mérkőzést fogunk tudni játszani. De aztán, ahogy telt múlt az idő, rájöttünk, hogy teljesen mindegy, hogy melyik védekezési formát választottuk. Az emberfogásnál is nagyon sok kinti hármas kaptunk. Ha oda kiváltottuk, akkor palánk alatt a centerek oldották meg. Jó betöréseik voltak, és igazából sokkal pontosabban kosárlabdáztak, mint mi. Egyszerűen próbálkoztunk, de látszott már az első fél időre, hogy nincs akkora tűz és lendület ma ebben a csapatban, hogy ezt meg tudjuk oldani. Én ettől függetlenül azt mondom, hogy jó mérkőzést játszottunk, mindenkinek kellő játék lehetőséget tudtunk adni, és úgy gondolom, hogy ez a jövőre nézve biztató lehet. Tehát ugye, hogyha mindenki ki tudja majd venni részét ezekből a mérkőzésekből, akkor talán lesz arra esélyünk, hogy itt a középmezőnyben lévő csapatok közül is bárkit meg tudjunk majd verni. Ezen a hétvégén a felnőtt csapat nem lép pályára, a jövő hétvégén Ajkán zárja az évet az NKS, de a fiatalokra is várnak még meccsek. Az igazság, hogy a junior csapatunknak lett volna mérkőzése, de a Győr kért egy halasztást, így azt be kellett csúsztatnunk a 19-ére, fogunk itt a Győrrel egy junior meccset játszani. Hétvégén az egy serdülő hétvége lesz. A serdülő A és B csapatunk fog játszani, meg a gyerek csapatunknak van egy meghívása Miskolcra, tehát ők azok, akik még játszanak, és a következő héten van még egy NB1-es mérkőzésünk az Ajk ellen, és ezzel mindenki be is fogja fejezni el az évre a szezon, tehát úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli majd a jó kis pihenését, aztán januárba kezdhetünk újra. Az amatőr NB1 tabelláját a Csata DS-e vezeti az ugyancsak 100%-os TFS előtt. A három győzelem mellett 6 vereséggel álló nyíregyházi kosársuli a 10. helyen várja a folytatást.